A Mazsihisz tegnap jelentette be, hogy bojkottálja az állami holokauszt megemlékezést, ha nem teljesítik a kéréseiket. A kormány néhány napon belülre ígért választ, de úgy tudjuk, hogy addig is lesznek majd informális tárgyalások a vitás kérdésekről. Közben a szombathelyi zsidó hitközség visszautasított 15 millió forint állami támogatást. A holokauszt emlékközpont korábbi igazgatója pedig abból a pénzből nem kér, amit a könyve megírásához nyert el. A magyar állam elárulta az állampolgárait. Harsányi László szerint ez olyan alapvetés a holokauszttal kapcsolatban, amelyről vitatkozni sem hajlandó. Éppen ezért tartja elfogadhatatlannak a Szabadság térre tervezett megszállás emlékmű felállítását is. A többi között ez ellen tiltakozott a Mazsihisz is tegnap, amikor bejelentették az állami holokauszt megemlékezések bojkottját. Heisler András elnök a közgyűlésen felolvasta a Zsidó Világkongresszus elnökének levelét. Zsidóként nem tudjuk elfogadni, hogy a II. Világháború alatt történteket a pártok elhomályosítsák. A Zsidó Világkongresszus a Mazsihisz bármely döntését támogatja a fenti ügyben. A Mazsihisz is levélben üzent a kormánynak, amelyben kérték, hogy függesszék fel a józsefvárosi pályaudvar helyén a Sorsok házának építését, illetve mentsék fel a Veritas intézet főigazgatóját, Szakály Sándort, aki idegen rendészeti eljárásnak nevezte a magyarországi zsidók deportálását. Külpolitikai, diplomáciai szempontból nagyon kellemetlen az a kormány számára, hogy zsidó szervezetek bírálják, illetve a Mazsihisz távol is marad a holokauszt emlékévtől. Belpolitikai szinten másoldalról nem gondolom azt, hogy ebből komoly kára származna a kormányzatnak. A kormány a hasonló ügyeken nem tud támogatottságot veszíteni. A politológus szerint ugyanis a közvélekedés az, hogy a magyarok a holokausztban nem bűnösök, hanem a németek áldozatai. Harsányi László másként gondolkodik, ezért visszaadja azt az 1 millió forintot, amelyet az Országgyűlés Kulturális Bizottságától kapott könyvének megírásához. A legnagyobb magyar temető, Auschwitz nem létező sírjára tudok-e kabicsokat tenni az én nagyszüleim sírjára, ugye ez egy nagyon régi zsidó hagyomány. Azért, hogy én elfogadjak néhány fillért, ezeket a köveket nem rúgdosom le a sírról. Ilyen egyszerű. Harsányi László egy évtizede kutatja a magyarországi zsidó művészek 1939 és 44 közötti munkásságát, erről szól majd a könyve. Ahogy mondja, őszre mindenképpen megjelenteti, ha kell, a nyugdíjából spórolt pénzből.